Tegnap 2011 óta nem látott esést könyvelt el az amerikai részvénypiac. Egyedül az Apple volt a kivétel. Bár a nap végére ez is mínuszba került, napközben emelkedni tudott, mivel a cég vezérigazgatója valószínű akaratán kívül információkat szivárogtatott ki az erre a negyedévre vonatkozó kínai értékesítési adatokról. Ma reggel a Shanghai Composite némileg emelkedett arra a hírre, hogy Kína akár már pénteken csökkentheti kötelező tartalékrátáját, de ez a hír sokáig nem hatott a piacon, és végül is 6,6%-os csökkenésben 3000 pont alatt fejezte be a kereskedést. Európában sem sokkal jobb a hangulat, bár némi pozitív jeleket látunk. A mai délutáni amerikai makroadatok valószínű felfelé vezethetik a kereskedést, hogyha a fogyasztói bizalmi index és az új lakás eladások is meghaladják a konszenzust. A magyar részvények valószínűleg követik majd az európai trendeket. Hír érkezett a MOL szlovák leányvállalata számára. Az NL most már nem folytatja a tárgyalásokat, sem a kínai üzletfelekkel, sem a magyar érdeklődőkkel. Ezért valószínűleg a cseh EPH Holding lesz a befutó a Slovenska Elektrárne 66%-os részvénypaketjéért. Az OTP reggel közölte, hogy mindössze 6 milliárd forint adózás előtti veszteséget okozhat számára a legújabb devizahiteles konverzió. Ez kicsit kevesebb a piaci várakozásoknál, és miután adózás előtti eredményről van szó, azt gondoljuk, hogy az OTP befektetői számára ez enyhe pozitív hírt jelent.